geopolitikai podcastja Balogh Rolanddal. Ha kedd, akkor már megszokhatták, érkezik a Reptér, a Magyar Hang külpolitikai háttérműsora. Balogh Roland vagyok. Mai vendégem Grünhold Zoltán, Izrael szakértő. Üdvözlöm a műsorban. Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. És hát ugye itt az elmúlt hetek eseményeivel, a Hamas támadás sorozatával, illetve az arra adott izraeli válaszról, ami gyakorlatilag folyamatban van, erről fogunk a mai adásunkban beszélgetni. Viszont ugye mielőtt neki kezdünk elemezni a helyzetet, azért jeleztem és megbeszéltük, hogy pár ilyen alapdolgot az események megértése szempontjából itt röviden, tömören vázolnánk. És ugye az első ilyen kérdés, hogy ugye egy gázai övezetről beszélgetünk, ami egy 345 négyzetkilométeres terület, ez körülbelül egy fél budapestnyi nagyságú terület, amiben jelen pillanatban nem tudni pontosan, elvileg hivatalos adatok szerint 2,1, más adatok szerint 2,3 millió ember él. Na most tehát a kérdés az, hogy ez a gázai övezet a jelen formájában, ahogy van, ez mikor és hogyan jött létre? A gázai övezetnek a jelen formája az az első arab-izraeli háború során alakult ki. 1947-ben született egy ENSZ felosztási terv. Ebben a felosztási tervben a volt brit mandátumi területet, amelyet az első világháború után vettek át tulajdonképpen a britek, vagy foglaltak el az oszmán törököktől, ezt felosztani rendelte az ENSZ. Ezt a felosztási tervet csak a palesztinai zsidók fogadták el, az arabok nem. És amikor egy éven belül, 1948 őszén a briteknek ki kellett volna üríteni a mandátumot, ezt ők előrehozták egyoldalúan, és kitört az első arab-izraeli háború. A zsidó állam egyébként még a kivonulás, majd a brit kivonulás előtt kikiáltotta a függetlenségét, és hát itt az volt a cél a briteknek, hogy tulajdonképpen a háború során újra felkérjék őket, mint egy ilyen békefenntartót, és ne kelljen elhagyniuk majd ezt a mandátumú területet. De aztán tudjuk jól, hogy a háborúba végül is a konfliktus igencsak kiéleződött, és nem tudták az izraeli felett a támadó arab országok legyűrni. Sőt, olyannyira nem, hogy az elhúzódó harcokba végül is a felosztási tervvel ellentétben egy lényegesen nagyobb terület lett az izraeli fél ellenőrzése alatt, amelyről aztán utána különböző fegyverszüneti megállapodások születtek. Na most a gázai övezet az izraeli-egyiptomi fegyverszüneti megállapodás nyomán jött létre, és akkor, amit határokat meghúztak, arról leszögeztük, hogy ezek nem tekinthető nemzetközi határoknak, de mind a mai napig tulajdonképpen ezek a határai vannak a gázai övezetnek, és egészen egyébként ettől a fegyverszüneti megállapodástól 1967-ig változó intenzitása, de Egyiptom irányítás alatt volt a gázai övezet, tehát nem egy ilyen szuverén palesztin entitás, vagy ilyesmi, hanem egyiptomi. Hát katonai igazgatás, aztán az 56-os arab-izraeli háború után pedig egy ilyen félig meddig uratlan terület volt, de volt egy kinevezett egyiptomi katonai kormányzó, de akkor már kevésbé látták el a feladatot. Ugye a gázai övezet esetében sokszor fölmerült ez az elmúlt másfél évtizedben, hogy ugye gyakorlatilag teljes izraeli ellenőrzés alatt áll, ami azt jelenti, hogy földön, vízen és levegőben gyakorlatilag Izrael ellenőrzett területbe ki és bejutást. Na most tényleg hermetikusan le van ez zárva ez a terület, illetve ugye tudjuk, hogy van egy úgynevezett biztonsági fal, ami elvileg ezt körbeveszi ezt a területet, hogy ez tényleg teljesen körbeveszi-e, vagy fizikailag hogy képzelje el, aki még sose járt arra. Igen, a gázai övezet körül már viszonylag, ha jól tudom, nem tudom a pontos dátumát, de már a 80-as évektől voltak különböző izraeli biztonsági létesítmények. Viszont az, ami ma körbeveszi, és egyébként nem veszi teljesen körbe, azt a 2000-es évek második felében építették az izraeliek, ugyanis 2005-ben az izraeli telepeket a gázai övezetben felszámolták, és az izraeli hadsereg és az izraeli civil lakosság is 2005 nyarán, szeptemberig bezárólag kivonult a területről, és annak irányítását a palesztin hatóságnak adták át. És ekkor a déli
határszakasz, a gázai egyiptomi határszakasz, amit egyébként a Philadelphiai folyosónak is hívnak, az teljesen kikerült az izraeli ellenőrzés alól, és az azóta is egyébként egyiptomi ellenőrzés alatt fut. Tehát az, hogy hermetikusan nem a zárva, az igaz, viszont ezt nem Izrael tartja fönn teljes mértékben, mert a déli határszakasz az egyiptomiak tartják zárva, jószerivel egyébként zárva is tartják. És e tekintetben tulajdonképpen az izraeliek csak az Izrael területe, szárazföldi területe fele zárják le, illetőleg a légi és a vízi blokkádot tartják fenn. A tengeri blokkádot egyébként a 2008-2009-es izraeli gázai háború után vezették be, tehát elvileg előtte nem volt. Sőt, tehát az izraeli kivonulás után a palesztinokkal volt egy ilyen elvi megállapodás, hogy kikötőt fognak építeni Gázába, van egy repülőtér is Gázában, aminek korlátozott forgalma megnyílhat, tehát hogy volt erre vonatkozólag tervek, csak aztán utána 2008-ban kitört egy háború, ami ezt az egészet zsákutcába vitte. Hát itt megelőző esemény közül nyilván azt kell kiemelni, hogy a palesztin hatóságnak tulajdonképpen a hatalma az 2006-ban először a Hamas győzelmével rendült meg kifejezetten Gázába, majd pedig 2007-ben a Hamas teljes mértékben a palesztin hatóságot innen hát kiverte fegyveresen, szóval akkor vette át a Hamas teljesen az uralmat Gáza fölött. Mielőtt erre rátérnénk, még egy kérdés, ugye ezt a hermetikusan lezárós dolgot és az egyiptomi határ kérdését ugye azért is kérdeztem, mert ugye azért időről időre vannak hírek arról, hogy ugye alagutakon keresztül jutnak be termékek. Na most ezekről az alagutakról mit lehet tudni, mennyi, tehát mi fér ott be, tehát ott gyakorlatilag volt ilyen is, hogy egy egész állatkertet becsempésztek az alagúton keresztül, és Gázában van egy állatkert, tehát hogy ezek az alagutak, ezeken keresztül lehet-e bármilyen becslést végezni, hogy mennyi áru jutott be, ki, fegyver, akármi. Hát ezt nyilván nagyon nehéz felmérni. Azt is nagyon nehéz felmérni, hogy pontosan mennyi alagút van. Az alagutaknak alapvetően két, vagy ennek az alagút rendszernek két szegmensét elkülönítetjük. Az egyik az a gázai egyiptomi határon. Ez egy 17 kilométeres, ha jól tudom, határszakasz. Ez az, amit említettem, ez a Philadelphiai folyosó. Ez alatt senki sem tudja, hogy pontosan mennyi alagút van. Ez azért fontos, mert a Gázában való becsempészésnek ez az útvonala, tehát csak itt lehet, mert egyébként, amit törvényesen be lehet szállítani Gázába, az az izraeli kikötőkön keresztül megy, vagy pedig a Sinai félszigeten az egyiptomi ellenőrzés után. Tehát ami csempészáru, az csak is itt tud bejutni. Becslések szerint százával vannak itt az alagutak, kisebbek, nagyobbak. Pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi. Ami fontos ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy itt van egy nagy palesztin település, ez a Rafah, amelynek az egyik oldala a gázai övezetben van, a másik oldala viszont az egyiptomi oldalon. És itt ezeknek az alagutaknak egy része tulajdonképpen a házak alatt fut, tehát hogy azért is nehéz még felderíteni, felmérni, mert tulajdonképpen itt a civil infrastruktúra mögé bújnak el ezek az alagutak. Nem csak az izraeliek, egyébként az egyiptomiak is számos alkalommal rombolták, az egyiptomiaknak volt egy olyan technikájuk is, hogy vízzel árasztották el ezeket az alagutakat, akkor az egész térség megsüllyedt, tehát itt rengeteg alagút megy. Na most viszont van egy másik alagútrendszer a gázai övezet alatt, amely alagútban tulajdonképpen a Hamas és szövetségesei már nem annyira a csempészés miatt fontos, hanem hogy itt tárolnak fegyvereket, itt tárolják a különböző hadianyag kapacitásokat, kiképzéseket, minden olyan dolgot, amit el akarnak rejteni az izraeliek elől, azok ezekben az alagutakban vannak, sőt, ezeknek az alagutaknak vannak olyan támadó részei is, amelyek Izraelbe vezetnek, tehát ott van a vége. Az biztos, hogy ezeknek az alagutaknak a rendszere az valami hatalmas összeget, szerintem megbecsülhetetlen, hogy mennyi pénzt emésztett fel, és miből van ez a pénz, hát ez egy külön történet. Erről is fogunk beszélni. Igen. Másik kérdés, ugye a gázai övezet meg a palesztin kérdés kapcsán ugye gyakran fölmerült az elmúlt években, 2006-ban volt egy választás, 2000 januárjában, amelyet 44%-kal
nem tudom, hogy megy, de én úgy emlékszem, hogy meglepetésszerűen, mert ez meglepetés volt a palesztinok számára is, a Hamas nyert meg. Ugye ezt követően egyrészt palesztin részről, másrészt pedig izraeli részről is voltak, hát hogy mondjam, szóval nem valósult meg az, amit ebben a választásban ugye megtörténtek, ekkor szorult be a Hamas a gázai övezetbe. Na most ugye is gyakran mondták, mennyire tekinthető a maga galaxisában nézve tisztának vagy demokratikusnak ez a 2006-os választás? Abban a tekintetben demokratikusnál tekinthető, hogy a Hamas ezen a választáson elindult, és ezen a választáson a palesztina többsége úgy döntött, tehát itt nem hiszem, hogy különösebben olyan választási csalások biztos voltak, de nem valószínű, hogy ez emiatt ezt a választást megnyerte. Ezt miután ezt a választást megnyerte, nyilvánvalóan a palesztin hatósággal, ami viszont a Hamasztól egy teljesen független szervezetre épül, hiszen ez a palesztinai felszabadítási szervezetnek az intézménye, és ez az, amelyet egyébként a nyugat elismert, és ez az, amelyik az izraeli palesztin béketárgyalásokban és a palesztin felett mindig képviselte. Tehát a Hamas ezzel szemben határozta meg magát, és ezzel szemben is nyerte meg tulajdonképpen a választásokat. Nyilvánvalóan a palesztin felszabadítási szervezet és annak vezető mozgalma, a Fatah, az nagyon nem fogadta jól, hogy elveszítették a választásokat. Volt egy darabig egyensúlyozás a palesztinok között, hogy hogyan legyen valamiféle egységkormány, vagy egyáltalában milyen egyességek legyenek. Viszont tulajdonképpen ott tört meg a kiegyezés, és az, hogy a Hamas ilyen értelemben egyetlen politikai képviselő, vagy legitim politikai képviselő legyen a palesztinoknak, hogy a nyugati fél, és egyáltalában azok, akik részt vettek az izraeli-palesztin békefolyamatokban, kikötötték, hogy a Hamas csak akkor ismerik el, hogyha egyrészt egyfajta demilitarizációt végrehajt, másrészt elismeri Izraelnek a létezéshez való jogát, és nagyon fontos, hogy elismeri a korábban megkötött izraeli-palesztin szerződéseket. Na most ezt a Hamas visszautasította, ezt követően a palesztinoknak folyosított segélyeket visszavonták, és akkor itt elindult egy gazdasági visszaesés, annak lett politikai következményei, amelyek aztán nagyon kéleződtek, és ezek vezettek tulajdonképpen ahhoz, hogy 2006-2007 folyamán a Hamas és a palesztin hatóság Gázában fegyveres konfliktusba keveredett, amelyet a Hamas egyértelműen megnyert. Itt szó volt már a Hamasról, szó volt egyébként, ahogy a palesztin hatóság, meg a palesztin felszabadítási szervezet, ez ugye a Yasser Arafatnak a szervezetéből nőtte ki magát. Tehát ugye ez a két nagyobb szervezet. Érdekes kérdés lehet az, hogy milyen nagyobb, rajtuk kívül van-e még nagyobb palesztin szervezet, aki akár politikai entitásként is értelmezhető, milyen a viszonyuk, itt hallottuk, hogy az ellenpeti, tehát hogy milyen a viszony ezek között, a palesztin szervezetek között? Hát alapvetően, ahogy a szóba került, a palesztinai felszabadítási szervezet volt, az Arafat vezette, nem Arafat alapította, de aztán nagyon gyorsan ő vette át ennek a vezetését. Ez volt az a mozgalom, amely a palesztinoknak úgymond a képviseletét ellátta. Ez is egyébként egy ilyen terrorszervezeti státusszal kezdte, aztán a 90-es évekre vált nyugaton is elismert szervezetté. A palesztinai felszólítási szervezetnek a legnagyobb mozgalma, már szóba került, ez a Fatah. Ez volt az az Arafat vezető irányzat, és ez az, amelyik a jelenleg regnáló palesztin elnök Abbas is ehhez tartozik. Mindig ez volt a legerősebb mozgalom. Viszont ezen kívül a PFS-en belül vannak még egyéb kisebb szervezetek. Ezek mára szerintem, lehet, hogy más kijavítani, de ezek elveszítették a jelentőségüket. Tehát itt voltak ilyen marxista, kommunista, palesztin szervezetek és egyéb csoportok. Ezeknek régen lényegesen nagyobb volt mind a politikai, mind pedig egyébként a fegyveres kompetenciája. Mára ezek szerintem régi háttérbe szorultak. Viszont ezekkel szemben, és nem valami emigráns szervezetként, hanem mindig helyben működve lépett fel a 80-as évektől a Hamas. Na most a Hamasnak a szellemi holdudvara az a muzulmán testvériséghez, vagy muszlim testvériséghez kapcsolódik, tehát ez egy kifejezetten iszlamista szervezet, amely mondjuk nagyon erős volt Egyiptomban, az egyiptomi elnököt is, Anwar Sadatot végül is ők voltak, akik egy merényletben végeztek vele. Utána Egyiptomban igyekeztek leszámolni ezzel a szervezetet, de minden esetre a Hamas ebből szakadt le, ebből nőtte ki magát, és az, hogy ma inkább az iráni érdekeltségbe tartozik, az egy
ez egy érdekes fordulat, mert hát a Gázában élő palesztinai arabok, ők szunniták, tehát ők nem síták, mind az irániak, vagy mind a Hezbollah, az is egy síta szervezet. Tehát ez egy iszlamista mozgalom, a Hamas, és Gázában kezdettől fogva ez volt a meghatározó. Tulajdonképpen már, amikor a palesztinai felszólítási szervezet az első arabi vagy palesztin-izraeli egyezmény keretében kapott egy korlátozott autonómiát Gázában, már akkor a Hamas és a PFF között kezdődtek különböző ellentétek, mivel Gázába az Arafaték mindegy emigráns kormány érkeztek, meg a Hamas pedig ott volt. Tehát az első intifádát, amelyet hát egy ilyen népfelkelésként ábrázolnak a palesztinok, az tulajdonképpen azért Gázában elsősorban már akkor a Hamas vezette, és már akkor a Hamasnak volt meg ez a fajta, nem tudom én, kapcsolata a palesztin, közvetlen kapcsolata a palesztin néppel. Ugye itt fölmerül a kérdés, és nagyon érdekes, mert pont a BBC volt az, amelyik ezt ismét, hogy is mondjam, előtérbe helyezte, hogy terrorista csoportnak számít-e a Hamas. Ugye, ha jól tudom, az Egyesült Államok többek között, meg az Európai Unió terrorista szervezetként tartja számon a Hamaszt. Viszont például a BBC-nél ugye kiadtak egy anyagot arról, hogy a BBC, mint a brit közszolgálati televízió, ők nem nevezik terrorista szervezetnek a Hamas, leírják, hogy ugye az volt az indok, hogy tudósítanak az eseményekről, beszámolnak mindenről, és az olvasó szíve joga, hogy eldöntse, hogy terrorista csoportnak tartja a Hamaszt, vagy nem. Ugye ők azt mondták, hogy ők nem akarnak így kvázi megbélyegezni senkit. Ez egyébként érdekes okfejtés. Tehát, hogy ha megnézzük, terrorista csoportnak tekinthető a Hamasz, vagy ki szerint tekinthető terrorista csoportnak, és ki szerint nem. Most ez nyilván egy nagyon bonyolult kérdés, hiszen abszolút, te aki tudom, terrorista, az egy másik szemszögből általában szabadságharcos szokott lenni, szóval ez nyilván nézőpont kérdése, hogy a Hamaszt minek tartjuk. Számomra nem kétséges, hogy a Hamasz terrorszervezet. Tehát az, hogy a BBC így viszonyul a Hamaszhoz, az azért érdekes, mert a brit jogrend szerint a Hamasz terrorszervezetnek számít. Noha a munkáspárt volt elnöke, Jeremy Corbyn is egyébként, kimondhatjuk, azt hiszem, szimpatizált a Hamasszal. Én e tekintetben nem tudom, hogy mi a helyes gondolkodás, terrorszervezetnek nevezni, vagy nem. Én azt gondolom, ahogy ezt említettem is, hogy én terrorszervezetnek tartom, és egyébként meglehetősen sok országnak a jogrendje egyértelműen annak tartja a Hamas. Ugyanakkor viszont az nem kétséges, hogy a Hamasnak van egy legitimitása a palesztinok körébe, tehát van egy támogatottsága, ellát feladatokat, szóval ebben az értelemben persze megkerülhetetlen. Itt a terror szervezet kérdésénél ezt azért is kérdezem, mert sok esetben például az Egyesült Államok, de más államok is szoktak olyanokat mondani, hogy ugye a terror szervezet kérdése azért érdekes, mert hogy politikailag, tehát hogy tárgyalnak-e vele, mert ugye például amerikaiak terror szervezettel nem tárgyalunk, aztán persze természetesen látjuk, hogy Afganisztánban is tárgyalunk a tálibokkal, tehát hogy nyilván ez mindig hogy mondjam, annak kérdése, hogy éppen hogyan alakulnak hogyan alakul a politikai helyzet. De szóval, hogy mennyire tekintik politikai aktornak, akár Izrael, a Hamászt, hogy tárgyaljanak velük? Én itt ez a kérdés. Vagy ez is változik? Van, amikor igen, van, amikor nem. Az izraeli-palesztin megbékélés tekintetében Izrael a Hamászt csak akkor tekinteni partnernek, hogyha azok már korábban is megfogalmazottak a Hamászhoz szemben ezek a feltételek, hogyha leszereli a hadseregét, elismeri Izraelnek a létezéshez való jogosultságát, és elismeri az eddigi egyezményeket. Hogyha ezen végig menne a Hamász, akkor az izraeli fél tárgyalna. Na most ettől függetlenül, ahogy ezt a Hamász egyáltalán nem teszi meg, és ennek nagyon brutális jelét adta egy héttel ezelőtt, ettől függetlenül az izraelieknek kell tárgyalniuk többször a Hamásszal. Rendszerint ezek nem közvetlen tárgyalások, hanem valami közvetítő fél által. Ez a közvetítő fél rendszerint egyébként Egyiptom szokott lenni. Tehát Egyiptom az, amelyik a leginkább ezekben közreműködik, de más arab országok is szoktak közvetítő felek lenni.
mivel Gázában nincsen más palesztin szervezet, vagy olyan, aki az ott élőket képviselni tudná, az iszlám dzsihád és más egyéb kisebb mozgalmak még kevésbé tudják ezt megtenni, ezért a Hamasszal beszélni kell. Tehát ebben az értelemben persze van egy politikai aktor jellege a Hamasznak, és nem lehet csak úgy elutasítani, na most ez viszont a jelenlegi háború, és ahogy most állnak a dolgok, ez lehet, hogy meg fog változni, és lehet, hogy most azért nem lesznek fegyverszüneti tárgyalások, akár közvetve se a Hamasszal. Igen, most ugye hétfőn délelőtt, kora délután beszélgetünk, tehát hogy nagyjából ugye most arról fogunk tudni majd beszélni, hogy jelenleg éppen hogy áll a helyzet az elmúlt egy hét folyamányai és várható fejleményei tekintetében. Ugye rátérve a legutóbbi október egy héttel ezelőtt történt Hamas támadásokra és az arra adott válaszra, aki követi az eseményeket a térségben, azért tudja, hogy rakétatámadások, egyéb feszültségek, akár egyébként villongások mindig is előfordultak. Tehát, hogy gyakorlatilag aki ott él azon a területen, annak szembe kell nézni azzal, hogy ilyen időről időre előfordul. Viszont ami október 7-én történt, tehát ezek a rajtaütéses akciók, ezek brutalitásában talán az elmúlt években nem nagyon tapasztalt Izrael lakossága ilyen kegyetlen támadás, mint ami történt, főleg itt a gázai övezet körüli kibucokat ért támadások voltak, hát eléggé olyan bestiálisak, amiatt én magam is nem emlékszem, hogy a Hamas végrehajtott volna Izrael területén. Szóval kérdezem, hogy volt-e valaha ennyire agresszív támadás a Hamasnak, illetve hogy nyilván tudjuk, hogy aki követi ezt szintén hosszú évek óta adok-kapok megy a két fél között, de hogy ez a mostani düh, ez miből fakadt? Lehet-e bármit erről tudni? A Hamasznak a jelenlegi támadása az izraeli, szerintem kimondhatjuk, az izraeli katonai és politikai vezetés számára is nehezen elképzelhető volt, tehát inkább hipotézis és egyfajta erre való készülés szintjén létezett csak. Az izraeli lakosság szerintem soha nem gondolt arra, hogy ilyesfajta sérülékenység, vagy ilyesfajta kitettség az lehetséges. Tehát mind az izraeli hadseregben, mind az izraeli biztonsági szervekben, mind pedig egyébként a Gázát övező biztonsági létesítményekben azért nagyon nagy volt a bizalom, hogy ez nem történhet meg. Korábban a Hamasznak voltak komoly akciói, ezek azonban rendszerint a már említett rakétatámadások voltak, egy-két, nem tudom, katonai őrjáraton való rajtaütés, vagy ilyes jellegű behatolási kísérlet, illetőleg még a 2000-es évek elején ezek az öngyilkos merényletek és ahhoz kapcsolódó terrormerényletek. De ilyesfajta szervezett támadás és ilyesfajta órákig tartó, tényleg brutális, felfoghatatlan épészet, tényleg abszolút felfoghatatlan mészárlás soha nem követett el a Hamas és szövetségesei, hogy készültek erre, az nem kétséges. Tehát ez a biztonsági kihívás, ez létezett, és hát azért ez nem egy spontán akció volt, szóval erre készült a Hamas, és egyértelműen tudták, hogy mit akarnak csinálni. Itt maradva egy kicsit, ugye gyakorlatilag az elmúlt egy hétben az eseményeket elemezve időről időre, és gyakorlatilag mindenhol fölmerül a kérdés, hogy az izraeli hírszerzés, az izraeli hadsereg a világ egyik legjobb, legfejlettebb, legmodernebb ilyen jellegű testülete volt, vagy az jelenleg, ugye ezt a képet is alakította ki magáról, tehát az izraeli hírszerzés az gyakorlatilag a világ egyik legjobbjaként számon tartott volt. Na most ez az egész támadás sorozat, hát ezzel nagyon, tehát ez a nimbus, ez most eléggé megtört, hogy az ott a kérdés, hogy a világ legmodernebb ilyen jellegű testületé hogyan nem képesek észrevenni egy ilyen fajta, nem magát a támadás, de hát ezt ugye tényleg elő kellett készíteni, hadi anyagokra volt szükség. Ez, tehát, hogy mondjam, ez nem csak tényleg néhány embernek a öngyilkos merénylete, vagy tehát ugye ez egy jól szervezett dolog volt. Szóval
hogyan lehetett ennyire figyelmetlen és felkészületlen? Egyrészt a hírszed, és másrészt pedig a nagy kérdés, oké, tudjuk, hogy egy a Jom Kippur ünnepe volt, amikor a támadást indították, de hogy se a területvédelem, se a határvédelem, hát nem volt finoman szólva sem a magaslaton, ezek hogy történhettek meg egyáltalán? Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy itt politikai és katonai szinten is egy sorozatos kudarcok állnak ennek a hátterébe. Tehát itt valamit nagyon félreértettek, félreértelmeztek, és ennek biztos, hogy lesz alapos kivizsgálása, és feltehetően lesznek felelősei is. Amit tudni lehet, hogy két forrásból tudni lehet. Az egyik, hogy a Hamász, ők most azt állítják, hogy az elmúlt egy évben tudatosan megvezették az izraelieket. Tudatosan voltak olyan jellegű közeledési kísérleteik, hogy engedményekre van szükségük, pénzre van szükségük, válságban vannak, igazából nem is voltak komolyabb feszültségek a határszakaszon, és azt állítják, hogy elhitették, és ez lehetséges, hogy sikerült is elhitetniük, hogy nem érdekeltek konfliktusban. A másik, amit szintén most valamennyire már tudunk, hogy ennek ellenére a támadást megelőző estén az izraeli katonai vezetésnek nagyon egyértelmű figyelmeztetései voltak, hogy itt valami komoly dolog történik. Bőven rendelkezésre állt volna az idő, hogy erre felkészüljenek és nagyobb erőket vezényeljenek oda. Annyit tudunk, hogy a belbiztonsági szolgálat, a Shin Bet valamiért azt gondolta, hogy ez egy korlátozott támadás lesz, és inkább katonai támaszpontok ellen irányul. Nagyon kicsi egységeket vezényeltek csak le, és nagyon bízok abban, hogy az a technológia, ami védi a határt, itt a mindenféle szenzorok, mindenféle jelzőrendszerek, elektromosan irányított tüzérségi állomások, tulajdonképpen vissza tudják ezt verni egy megfelelő kis számú katonai erővel. Ez egyértelmű, hogy ez nem így történt. Hogy eljutott egyébként a politikai vezetés szintjére ennek a híre, az egyiptomiak korábban azt állították, hogy igen, az amerikaiak is megerősítették, hogy még az egyiptomiak is szóltak az izraelieknek. Arról nincsen egyelőre információnk, hogy Benjamin Netanyahu kormányfő tudott volna erről, de az biztos, hogy itt nagyon komoly kudarcot történtek, és hát még egy tekintetben, tehát itt órákig tartott a Hamásznak a jelenléte, és ez a fajta esztelen gyilkolás, tehát hogy itt még a reagálási képességgel is komoly problémák voltak izraeli oldalon. Fölmerül a kérdés, hogy ezeknek a biztonsági szolgálatoknak, a hírszerzésnek, a hadseregnek az elmúlt években mennyire volt átpolitizált az élete? Tehát, hogy azok a vezetők, azok a parancsnokok, vagy azok az illetékes személyek, akik ilyen ügyekben dönthetnek, hogy levezénünk stb. Embereket, illetve a hírszerzés, információgyűjtés, ez mennyire volt átpolitizált? Mennyire szakemberek irányítják, vagy mennyire kerültek mostanában politikusok inkább ezekre a területekre? Mit lehet erről tudni? Illetve, hogy ennek következménye lehet az, hogy a politika megint mondjuk a meglévő jelenleginél visszább szorul például a hírszerzés tekintetében? Hát erre nehéz egyértelműen válaszolni. Egyrészt a rálátás viszonylag csekély ezekre a szervezetekre. Én nem gondolom, hogy nagyon erős lenne egyébként a politikai behatás. Jelenleg Izraelben, vagy hát ezen támadás megelőzően Izraelben komoly politikai válságok voltak, a Netanyahu féle államreform tervek miatt, és egyéb egyébként külföldről is sokat kritizált a demokrácia, tehát az izraeli demokráciát fenyegető változtatási kísérletek miatt, amely egyébként társadalmi szinten erősen lecsapódott, komoly tüntetések voltak, tartalékos szolgálatban megtagadták a besorozást, különböző biztonsági szerveknek voltak ezzel problémáik, hogy e tekintetben meglegyen az állandó készültség és kapacitás, de nem tudnám azt állítani, hogy ez ennek a hátterében lenne. Az biztos, hogy a kinevezettek,
a felső vezetésben a katonai hírszerzés még mindig is politikai kinevezettek voltak, de mindig a terület, amit a szakterületről jövő emberek. És ilyen értelemben nem hiszem, hogy a politikának lett volna bármiféle hátráltatása abba, hogy fellépjen, vagy időben fellépjen a hadsereg. Egy kicsit még mielőtt rátérnénk itt a Gázában várható eseményekre. Érdekes kérdés itt a felkészülés esetében is, meg már az alagutaknál is érintettük, hogy hogyan kerül időről időre ennyi fegyver a gázai övezetbe. Ugye beszélünk rakétatámadásokról, és ezért ugyan tudjuk, hogy tehát, hogy mondjuk az izraeli rakétavédelmi rendszert, meg az izraeli csapásmérési képességet nem lehet azért összehasonlítani a Hamas képességeivel, azért ezek a rakéták, amik a gázai övezetből érkeznek, azok sok esetben nem azt mondom, hogy sufni tuning, de hogy korábbi technológiák, régi technológiák nem annyira precíziós fegyverekről van szó, de mégis időről időre rengeteg fegyver kerül a gázai övezetbe. Hogyan juthat be, illetve ennek ugye egy másik nagyon érdekes aspektusa, hogy ugye többen jelezték, hogy főleg nyugati fegyverek hogyan kerülhetnek be. Volt olyan is, hogy akár még Ukrajnának szánt fegyverek is, hogy kerülhetnek be, hogy kerülnek a Hamas birtokába. A Hamasnak a rakéta arzenálja az tulajdonképpen az elmúlt 10-15 évben folyamatosan fejlődik. Tehát ezek egyrészt először csempész dolog volt, főként katyusa és mindenféle régi technológia, aztán utána ennek megtanulták a saját fejlesztésű változatait, hadi anyagot ehhez honnan szereznek, biztos, hogy csempész áru, de a rakéta arzenálja nagyon-nagyon sokat fejlődött a Hamasnak. Na most a jelenlegi támadásban viszont a rakétázást abszolút fedő akcióként használták, tehát nem az okozta itt a nagy pusztítás, és nem az kötötte le, úgymond az izraeli haderő távol. Tehát a Hamas is tudta, hogy nem azzal fognak igazi csapást mérni Izraelre, ez egy terelés volt. Nagyon sok rakétát kerültek pár óra alatt több ezret, de ez egy terelés volt. Itt egy szárazföldi művelet volt, ami egyértelműen a meglepetés erejével hatott Izraelre, és nagyon tragikus következményei lettek, amely tényleg felfoghatatlan. Az, hogy a Hamas hogyan jut ezekhez a technológiákhoz, egyre modernebb technológiákhoz, ennek a kérdése egyértelműen felmerülhet. Én nem tudom azt sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy pontosan honnan szerzik be a fegyverzetüket. Vannak erre vonatkozó információk, viszont az szinte biztos, hogy ezek mind a Sinai félszigeten keresztül, Egyiptomon keresztül jutnak be. És hát hogyan juthatnák be? Úgy, hogy tulajdonképpen Egyiptom nem igazán mer újat húzni a Hamasszal. Szóval amikor egy-kétszer voltak ilyen jellegű akciói az egyiptomi hadseregnek, abból az lett, hogy a Sinai félszigeten pillanatok alatt igen komoly káosz alakult ki, az nagyon komolyan visszavetette az egyiptomi turizmust, tehát e tekintetben Egyiptom sajnos nem egy olyan megbízható fél, hogy ezt meg tudná előzni. Egyéb útról nagyon kevés fegyver tud bejutni, tehát mind a tengeri útszak, az mind nyilvánvalóan az izraeli útszak, azok azért sokkal jobban le vannak zárva ehhez képest. Viszont az is biztos, ahogy említettem, hogy milyen hadi anyagból milyen fegyvereket fejlesztenek, itt most nem a kézi fegyverekre gondolok, hanem mondjuk a rakétákra, az a Hamaszon múlik, és azt megtanulták, nagyon megtanulták az elmúlt 10-15 évben, főként egyébként az iráni technológiához hasonlít. És akkor elérkeztünk, ugye már szó volt erről, a fegyverek esetében is, meg egyéb esetben is, ugye honnan van, mert azért ahhoz, hogy precíziós fegyverei legyenek az embernek, ahhoz, hogy fejleszen, hogy gyártson, hadi anyagot vásároljon, azért az nem két fillér, tehát forrásokra van szükség. Na most honnan és milyen típusú forrásai vannak a Hamasznak, és körülbelül ez hogyan viszonyul, mekkora összegek mondjuk akár egy izraeli katonai költségvetéshez? Hát erről biztos információim semmiképpen sincsenek, nem akarok vaktába lövöldözni, az biztos, hogy egyre több pénzt tudnak erre költeni. De kik lehetnek egyébként a nagyobb szponzorok? Irán? Irán mindenképpen szponzor, de itt egy sokkal szövevényesebb folyamat van ennek a hátterében. Tehát a gázai övezetben tulajdonképpen, annak ellenére, hogy a Hamas átvette az uralmat, és a nyugat nem ismeri el a Hamaszt, ennek ellenére rengeteg
segély érkezik a gázai övezetben. Nem a Hamasnak küldik, hanem a gázai övezet lakosságának. Na most azt tudni kell, hogy ezeknek a jó részét a Hamas lefoglalja, és a lakosságnak már pénzért adja el. Tehát mondjuk a Hamas ebből is bevételekhez jut. A Hamas bevételekhez jut abból, hogy a palesztin hatóságnak küldött segélyek, működési intézményfejlesztési támogatások egy jó részét is átadja a palesztin hatóság különböző úton, módon. Nyilvánvalóan azért, hogy a palesztin hatóság igazgat a nyugati parton, ne legyenek a Hamasznak nagyobb, nem tudom én, akciói, ne fenyegessék. Védelmi, tehát a palesztin hatóság kvázi ilyen védelmi pénzt hát fizett. Ez kétségtelenül így van. Illetőleg az is egyértelmű, hogy a Gázából külföldre kerülő dolgozók, amit hazaküldenek pénzeket, abból is a Hamasz jelentős sápokat szed le. Tehát ilyen jellegű forrásaik vannak. Ettől függetlenül is érkeznek pénzek. Tehát volt időszak, amikor a katariak szó szerint bőröndökbe vitték be a dollármilliókat, hogy ott a lakosságnak kiosszák. Ezeket a Hamas, én nem állítom, hogy ezeket egy az egyben lenyúlta, de ahogy említettem, különböző úton, módon ezekhez a pénzekhez visszajut. Mert például, amit az izraeliek üzemanyagot, ivóvizet és mi egymást juttatnak Gázába, azoknak a jó részeért is pénzt kérnek a lakosságtól, a Hamas pedig ők nem fizetnek érte. Tehát különböző forrásokból, különböző forrásokból növekszik az a pénzügyi háttér, amelyből aztán utána lehet hadianyagokat, haditechnológiát és mi egymást fejleszteni. Talán szerintem a Gáza övezet kapcsán az egyik legérzékenyebb kérdés, hogy ugye gyakran hallott, olvasott az ember olyanokat, hogy igazából lehetetlenség elkülöníteni a civil lakosságot a Hamas milicistáitól. Tehát ilyen hírek jelentek meg, csak hogy így visszaemlékszem az elmúlt években, hogy ugye fő problémát jelent, hogy ugye a már említett alagutak iskolák alá, civil infrastruktúra alá, rejtik el a hadianyagokat, gyakorlatilag a civil lakosságot Hamas élő pajsként használja maga előtt, és bármilyen katonai művelet, akár elsősorban itt légicsapások voltak ugye az elmúlt években, ez gyakorlatilag a civil infrastruktúra mögé bújva, gyakorlatilag így keveredik össze a Hamas milicista és a polgári lakosság, és fölmerül a kérdés, hogy külön lehet-e, és ha igen, hogyan lehet bármi, és akár itt a segélyek kérdésében is, külön lehet-e választani a civil lakosságot meg a Hamaszt, vagy szinte lehetetlen? Szinte lehetetlen, azt gondolom, hogy szinte lehetetlen. Az, amit például most is, korábban is, hogyha voltak izraeli akciók, szárazföldi akciók az elmúlt években, az izraeliek mindig ilyenkor elrendelnek evakuálási útvonalakat, kijelölnek, különböző módokon a palesztin lakosságot felszólítják, hogy használják ezeket az evakuálási útvonalakat, vonuljanak át a kijelölt térségekbe. Nyilván ez Gáza esetében nagyon kis térségről beszélünk, szóval ez nagyon nehezen elképzelhető, hogy hogyan teszik meg. A Hamas ezt minden eszközzel most is egyébként akadályozni próbálja. Itt nem egyszerűen egy aszimmetrikus hadviselésről beszélünk, tehát nem csak arról van szó, hogy kézi fegyverekkel is fel lehet venni a harcot, nem tudom én, urbánus környezetben tankok ellen, mert lehet használni az épületeket, jobban ismeri a Hamas a különböző útvonalakat, alagutakat és mi egymás, hanem itt, ahogy említetted, itt a civil lakosság be van vonva ebbe, mindegy komponense ennek a védelmi és támadási rendszernek. Szóval itt valóban az iskoláktól, a kórházakon át, a civil építményeknek a teteje. Nyilvánvalóan a Hamas e tekintetben nagyon erős kontrollra rendelkezik a lakosság fölött. Tehát az, hogy kinek engedélyeznek, nem tudom én, munkalehetőségeket, kinek engedélyezik a vállalkozását, hogy működjön, kinek a, nem tudom én, a gyerekét engedik ki Gázából, ahhoz nagyon komoly feltételeket szabhatnak, ilyen tekintetben is, hogy igen, a háztetőt viszont arra fogjuk használni, hogy onnan rakétákat lövünk ki, vagy a, nem tudom én, a konyhába alagutatásunk erre és erre. Szóval egy nagyon erős kontrollja van a Hamasznak, és e tekintetben ez a fajta szétválasztás nagyon-nagyon-nagyon nehézkes. Hát ugye a jók az adatok, a gázai övezet lakosságának 47% a gyerek, és nyilván
látjuk azt, hogy ugye az elmúlt napokban voltak palesztinok melletti szimpátia tüntetések is világszerte, Nagy-Britanniában is. És itt fölmerül az a kérdés is, hogy amikor, tehát hogy mondjam, lehet-e a palesztinok mellett kiállni békésen úgy, hogy egy ilyen megmozdulás, kiállás, demonstráció az ne lenne a Hamas melletti kiállás is. Tehát, hogy lehet-e ezt bárhogy külön választani? Hát én azt gondolom, hogy igazából lehet itt az a nagy kérdés, hogy akik kimenek tüntetni, ők ezt akarják ezt választani. Szóval én nem akarok itt általánosítani, de sokan azért a Hamaszt elfogadják legitim képviselőnek. Emlékszem, amikor megnyerte a választásokat, akkor is nagyon sok olyan jellegű vezető szakértőktől is, ide az is külföldön, és nagyon sok olyan jellegű megállapítás volt, hogy de azért a Hamasz ellát közfeladatokat, elviszi a szemetet, az alagutak mellett csatornát is építenek, nem tudom én, tehát e tekintetben nem vagyok benne biztos, nyilván a most történtekkel nehéz azonosulni, amit a Hamasz tett, és nehéz most kivonulni úgy az utcára, hogy ott együtt, nem tudom én, szolidaritást vállalni, miközben Hamasz szimpátia tüntetés is zajlik, de nem tudom, hogy ez feltétlenül a kivonulókat annyira zavarja-e, mint ezt esetleg gondoljuk. Az, hogy egyébként a palesztinok való szolidaritásnak és a Hamasztól való elhatárolásnak vannak-e esélyei, én azt gondolom, ennek viszont kell lennie, hiszen még a palesztin nemzetnek is ezt igazából meg kéne tennie, hogyha a mindegy nép, amely keresi a nemzetközösségben a helyét, annak előbb-utóbb azért tulajdonképpen valahogy el kell határolódni az ilyen jellegű akcióktól, az ilyen jellegű támadásoktól, tehát és kell valamilyen ennél sokkal konszolidáltabb útját keresni annak, hogy megbékélés alakuljon ki. És ilyenkor például a palesztin hatóság szolidáris nagyon a Hamasszal, vagy ott is vannak törésvonalak? Először Mahmoud Abbas nagyon határozottan elítélte az akciót, aztán ez így nyilvánvalóan az elmúlt napokban változik. Én nem követem a palesztin hatóságnak a hivatalos nyilatkozatait, vagy az Abbasnak a posztjait, de állítólag töröltek is több posztot, amelyben ilyen határozottan elítélte ezeket. Uh-huh. Most már egyszerre beszél arról, hogy minden civil elleni támadást meg kell akadályozni, és egyáltalában a vérfürdő, ez egy bevett fordulat, a vérfürdőt meg kell előzni, és nyilvánvalóan egyébként a palesztin vagy a gázai lakosság körében ártatlanok százai halnak meg, tehát én nem állítom azt, hogy ez nem így lenne. A palesztin hatóságnak tulajdonképpen abban az értelemben nehéz helyzetben van, hogy a Hamasszal nagyon élesen szemben állni nem tud, hiszen nyugati parti palesztinok is valamennyire azonosulnak ezzel, ami történt. Tehát nem tud ezzel teljesen szembe helyezkedni. Volt már arról szó, hogy gyakorlatilag azért a Hamasz egy nagyon szoros kontroll alatt tartja a gázai övezet lakosságát sok tekintetben. Létezhet-e, vagy elképzelhető-e egy olyan fordulat, vagy egy olyan szituáció, amikor a gázai övezet lakossága kitaszítaná magából a Hamaszt, hogy köszönjük szépen, ezt már nem bírjuk tovább? Hát elméleti szinten létezik, és én azt gondolom, hogy egyébként, ahogy azt az előbb említettem, és ezt a palesztin népnek meg kéne lépnie ahhoz, hogy valós esélyei legyenek a béke folyamat újraindításának. Hogy ez meg fog-e történni, arra nagyon kicsi esélyt látok. Annak az esetőségét most, pláne az izraeli politikai katonai nyilatkozatok tükrében, amelyekben nyilván van egyfajta retorikai túlhevőtség, egyfajta emocionális töltet, de hogy most a Hamasszal leszámolnak, és a Hamasz kiírta magát a jövőből ezzel, amit tett. Ezzel megtörténhet ez, hogy a Hamasznak tulajdonképpen a terror infrastruktúráját, az ahhoz kapcsolódó humán kapacitást oly mértékben felszámolják, hogy maga a szellemiség is megtörik, és valamilyen új elit, akár izraeli támogatással, akár a palesztin hatóság révén Gázába kerül, és ezzel a lakosság utána, nem tudom én, úgy tud azonosulni, hogy a Hamasznak nem lesz ekkora területe visszajönni, de hát ez szakmaiatlan lenne még azért a mai napon erről beszélni, hogy ez
ez ennek a küszöbén állunk. Uh-huh. Ugye most jelen helyzetben, ahogy most beszélgetünk, úgy áll a helyzet, hogy reggel kijött egy olyan hír, hogy tűzszünet, aztán ezt gyorsan, nagyon gyorsan cáfolta a izraeli miniszterelnök hivatal, hogy semmiféle tűzszünet nincs. Jelen pillanat, jelen állás szerint eddig 2700-an haltak meg Gázában, a válaszcsapásokban közülük 1000 gyerek halt meg, a Hamas csapásaiban pedig összesen eddig 1500 izraeli vesztette életét. Az események után egy nagyon gyors és hát nagyon látványos katonai műveletben gyakorlatilag 300 ezer embert mozgósított Izrael, és jelen állás szerint minden arra mutat, hogy a gázai övezetben szárazföldi hadműveletet kezd az izraeli haderő. Ugye gondolom ennek előzménye az, hogy arra szólították fel a lakosságot, hogy Gáza városából egy nagyjából középen meghúzott demarkációs vonal tól délre, tehát az egyiptomi részre a Rafai átkelőz és Khan Yunis, ugye, így jól mondom, igen, oda menjenek át. Most milyen következményei, vagy milyen kihatása lehet egy gázai szárazföldi hadműveletnek, mind a palesztin részről, mind pedig izraeli részről. És itt különösen azért érdekes, mert ugye bárhogy is nézzük, és a hírek arról szólnak, hogy azért ez egy nagyon vékony jég, mert ugye folyamatosan ENSZ részéről is, egyéb államok részéről is, tehát az izraeli fellépés túlzott volt, tehát sokan óvnak attól, hogy azért Izrael ne kövessen el olyan dolgokat, amik egyébként nem lennének sokak szerint jogosak. Szóval, hogy áll ez? Hogy néz neki ez egy gázai? De föl lehet-e számolni a Hamász szárazföldi hadművelettel Gázában? Igen, hát az izraeli fél most egyértelműen azt gondolja, hogy tulajdonképpen a Hamásznak a felszámolása, radikálisabban foglalkozunk, a teljes kiirtása és elpusztítása az egyetlen cél. Tehát itt most elvileg ilyen visszafogott támadás, aztán kezdünk valamilyen fegyverszüneti tárgyalásokat, nincs küszöbön. Ami ma felmerült, hogy van egy fegyverszünet, és ezt az izraeliek azonnal jelezik, hogy nincsen, az azért merült fel, hogy Egyiptomból segélyszállítmányok érkezhessenek Gázába. Elvileg arab országok is, nyugatról is érkeztek a Sinai félszigetre szállítmányok, amelyeket be akarnak juttatni. Ma egyébként 9 órától valameddig helyi idő szerint nyitva van a Rafahi átkelő, hogy az egyiptomiak mennyi palesztint engednek át, az egyelőre kérdéses. Hát jól tudom, ott Rafahban ráadásul csak a külföldi állampolgárok léphetnek ki. Tehát aki palesztin, mondjuk a palesztin amerikai, vagy... Így van, ilyesmi. Egyébként szoktak engedélyezni, de hát itt a Hamásznak is van egy kontrollhatóság, hogy kinek ad ki kilépési engedélyt. Nyilvánvalóan, hogyha egyébként a palesztinok százezrei akarnak áttörni Egyiptomba, akkor az egyiptomiak ezt nem tudják megfékezni. És nem véletlen az, hogy a tegnapi interjújában az amerikai elnök is elmondta, hogy az nem történhet meg, hogy a gázai lakosságot tulajdonképpen a Sinai félszigetre nyomják át a háború miatt, és az sem történhet meg, hogy Izrael tartósan megszállja a gázai övezetet. Ennek ellenére én nem gondolom, hogy ez most egy olyan háború lesz, mint amik eddig voltak, hogy egy támadás és akkor egy válaszcsapás, tehát Izrael nem fog leállni. Annak stratégiai okai vannak, hogy most Gázától északra rendeltek el evakuálási tervet, és hogy itt támadnak először. Ennek a stratégiai oka az, hogy a Hamásznak és az iszlám dzsihádnak a rakéta kilövő helyeit, és egyáltalán ezt a fenyegetést távolabbra akarják nyomni. Tehát a rakétáknak a 85%-a körülbelül 20-25 kilométeres hatótávolságba bír, tehát hogyha Gázáig tulajdonképpen ezt megtisztítják az izraeliek ezt a részt, akkor nagyon-nagyon jelentős mértékben csökken ez a fajta potenciál, ami azt jelenti, hogy a háborút oda lokalizálják a gázai térbe. Na most, ahogy említetted is, 300-350 ezernél járunk, már lassan 400 ezer tartalékosnál, ennyit nem hívnak be, tehát az izraeli gazdaság jelentős mértékben leállt, északon is kiürítik a falvakat,
Tehát az izraeliek több frontos háborúra is készülnek, az amerikaiak már két anyahajót vezényeltek a térségbe, hogy a Hezbollahot elrettentsék attól, hogy bekapcsolódjon a háborúba. És az, hogy az izraeliek több mint egy hetet vártak a szálaszföldi műveletek megindításával és annak alapos előkészítésével, az azt jelzi, hogy van idejük. Tehát az amerikaiak nem fogják felszólítani Izraelt rövid időn belül, hogy a szálaszföldi műveleteket állítsák le. Ezt én azt gondolom, hogy egyértelműen erre utalnak. Politikai szempontból is érdekes lett a dolog, hogyha az elmúlt években úgy tűnt, és gondolom szerintem Izraelben is sokan úgy voltak vele, hogy most olyan időket élünk, hogy úgy egyébként az arab világgal úgy viszonylag jó a viszony, nincsenek nagy konfliktusok, szerintem Netanyahu ebben jól taktikázott, és egy kicsit így hátradőltek, hogy hát most azért olyan nagy baj nem lesz, mégis úgy látjuk, hogy hát igen, lett, tehát hogy ezt nem tudták előre. Ha egy picit előre nézünk most, ezek az események, és ugye itt a várható szárazföldi akció, milyen következményei lehetnek akár közép-hosszú távon itt Izrael külpolitikájára, viszonyrendszerére, és akár az arab világgal való kapcsolataira? Hát e tekintetben mindenhol azt gondolom, hogy egy ilyen befagyott állapotok lesznek, tehát nem hiszem, hogy az izraeli egyiptomi vagy az izraeli jordán béke veszélyben van. De nyilvánvalóan Egyiptomban és Jordániában is vannak és lesznek izrael ellenes tüntetések és palesztinokkal való szolidaritásnak a különböző jellegű kifejezése. Egyiptomban volt terrorakció is izraeliek ellen, Jordániában pedig elvileg a lakosság vonult az izraeli határa, és hát ez még később is problémás lehet. Én azt gondolom, hogy egyébként nem ez a két ország, hanem sokkal inkább akikkel Izraelnek nincs is béke, Libanon és Szíria lehet e tekintetben fenyegetőbb. Ott sem hiszem, hogy egyébként a reguláris hadseregek fognak bármiféle értelembe, hanem itt az irániaknak különböző szatellit szervezeték, illetőleg hát a Hezbollah nagyon meghatározó Libanonban. Ezek komoly fenyegetés jelentenek, és erre látványosan készülnek az izraeliek, és ahogy említettem, az amerikaiak is. Na most Egyiptommal a tekintetben biztos nagyon kiéleződhet az izraelieknek a kapcsolata, hogy mi lesz a gázai lakosságra. Az előbb beszéltünk erről, hogyha innen százezrek átkerülnek a Sinai félszigetre, akkor Egyiptom nagy bajban van. Tehát Egyiptomnak esze ágában sincsen palesztinokat befogadni, soha nem is volt, nem adott nekik állampolgárságot, akkor sem, amikor Egyiptom igazgatta ezt a területet, és tudják nagyon jól, hogy ez egy komoly biztonsági kockázat lenne az országra nézve. Úgyhogy ez nyilván probléma lehet, vagy kiéleződhet, erre az izraelieknek is figyelniük kell. De az is biztos, hogy Izrael, hogyha komolyan gondolja, hogy a gázai övezetben most leszámol a Hamasszal, akkor ez az evakuálás északról délre, ez visszafele is meg fog történni, mert a déli részen is támadni kell. Ugye itt van egy érdekes kérdés, vagy hát fölmerülhet egy olyan, hogyha nézzük, persze nyilván ebben van egyfajta ilyen, hogy mondjam, idealizmus is, vagy hát nem tudom, de hogy gázövezet esetében is fölmerül, hogy a gazdag arab államok miért nem segítették meg jobban az övezetben lakókat, illetve hogy azt a lakosságot, amely ott lakik ezen a 345 négyzetkilométeren, miért nem veszik át? Tehát miért nincs egy olyan terv, mondjuk az arab világban, ahol azt mondják, hogy úgy segítünk ezeken az embereken, hogy átvesszük őket. Ez soha nem merült fel, vagy jó, hogy itt van egy befagyott konfliktus? Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően nem rossz, hogy van egy befagyott konfliktus. Az arab országok közül egyedül Jordánia adott állampolgárságot a palesztinoknak, akik Jordánia területére kerültek, menekültek, az összes többi ország nem, tehát sem Libanon, sem Szíria, sem Egyiptom, sem amikor még kerültek, nem tudom én, Kuwaitba, Irakba, egyik sem adott állampolgárságot a palesztinoknak, pláne nem tömegesen. Az, hogy ilyen értelemben az arab országok egyáltalán nem támogatnák a gázai lakosságot, az nem igaz, mert különböző módokon viszont támogatják, viszont az arab országok sem gondoskodnak arról, hogy ez mind a lakossághoz jusson ez a támogatás. Tehát például Katar nagyon sok pénzt költött arra, hogy üzemanyagot, és nem tudom én miket fizetett Izraelnek, hogy szállítsák a gázai övezetbe, de hát ahogy említettem, ezeknek az üzemanyagok a részét a Hamász veszi át, és utána nem ingyen adja, vagy nem kóta szerint adja, hanem ahogy ő dönt, akár pénzért.
Szóval e tekintetben, de nem csak az arab országok felelősek, ezért e tekintetben nincsen semmiféle bejáratot, vagy akármilyen formában működtetett intézményes mechanizmus annak, hogy a lakossághoz jussanak el kifejezetten a segélyek. Vannak az ENSZ-nek különböző szervezetei, van kifejezetten a palesztinokat segélyező szervezet az ENSZ-nek, amely iskolákat, kórházakat, egyéb szervezeteket működtet, de egyébként a pénzadományok, amelyek jutnak, arra, hogy abból nem, ahogy említettem, akár intézményfejlesztés, akár különböző társadalmi programok induljanak, arról már nem gondoskodik senki, hogy ez ténylegesen a lakosság érdekeit szolgálja kizárólag. És hát itt azért akármilyen törekvés volt, az általában el is bukott. Tehát mondjuk az Európai Uniónak is volt azért egy egysége, amely ellenőrizte egy időben ezt az egyiptomi gázai határt pont ezért, hogy legyen egyfajta gondoskodás ilyesmiről, hát ez is nagyon gyorsan, hónapokon belül megbukott. Tehát itt azért van egy elfordulás, van egyfajta olyan, adunk is, de ugyanakkor viszont bevonódva nem akarunk ebbe lenni, és hát ez érthető, és nyilván ez Izraelnek a helyzetét is nehezíti. Nem tudjuk, meg nem látjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, de kiknek jönne jól egy Hamas nélküli gázai övezet, és milyen politikai erő nyomulhatna oda be, akik ugye intézik a mindennapi, hétköznapi élet ügyes, bajos dolgait. Igen, ahogy ezt az előbb említettem, az amerikaiak egyértelművé tették, hogy Izrael ne szállja meg a gázai vezetet. Egyébként én nem gondolom, hogy az izraeli politikai vezetésnek erre vonatkozólag lennének határozott tervei. Viszont itt az a probléma, hogy akkor ki. Szóval a Hamaszt valóban és az összes szövetségesét fel kellene most az izraeli katonai politikai vezetésnek számolni, ezt várja el a lakosság java is, de van abban némi bizarr konstelláció, hogy izraeli katonák azért halljanak meg, hogy utána a palesztin hatóság esetleg visszatérjen. De megtörténhet, mert lehet, hogy nincs jobb forgatókönyv. Vannak egyébként olyan rivális, a Hamászhoz egyáltalán nem hasonlítható csoportosulások, emigrációban lévő palesztin csoportosulások, amelyek mondjuk az Abbas vezette palesztin hatósága is olyan mennyire riválisak, a Hamásszal egyértelműen szemben állnak, és amelyeknek korábban volt Gázában valamiféle támogatottságuk, hogy ezeket megpróbálják-e visszahívni, erről még szerintem nagyon korai beszélni, de elvileg elképzelhető ilyesmi. Annak semmi esélyt nem látom, hogy nemzetközi békefenntartó erők, vagy bárki ide bevonulna, és e tekintetben magára vállalná a felelősséget, hogy na, jó, végre akkor a Hamasz eltűnt, és akkor most megépítjük a modern Gázát. Tehát ennek szerintem nagyon kicsi az esélye. Még egyetlen egy gondolat, egyébként én szerintem az izraelieknek is hosszú távon, ami céljuk lehet, az valóban az, hogy vagy valami helyi elitet, vagy a palesztin hatóságot megbízni, de ugyanakkor viszont, és ez stratégiai jelentőségű, a már említett Philadelphia korridort, az lehetséges, hogy Izrael újra meg fogja szállni, és Egyiptommal ezt a fajta csempészés, és ezt a fajta teljesen átláthatatlan helyzetet azon a határszakaszon nem engedhet meg újra Izrael. Itt a szárazföldi akció esetében fölmerül a kérdés, hogy az izraeli haderő, meg izraeli hadvezetés, egyébként a lakosság is, tehát hogy gondolkodnak azon, hogy milyen erőt, tehát hogy milyen erőt alkalmazzanak, értem úgy, hogy például az izraeli lakosság hogy dolgozza fel azt a sokat emlegetett ellenérvet, hogy de hát ott rengeteg gyerek meghal. Szóval, hogy mi az erő alkalmazásának a mértéke, vagy hát ugye hogyan tudják ezt kontrollálni, vagy vannak-e ilyen? Igen, hát én azt gondolom, hogy ebbe a háborúba biztos, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan forduló pont, ahol Izrael egyre nehezebben tudja majd ezt a fajta külföldi, részben belföldi nyomást is majd viselni. Ahogy említettem, a Hamasz mindent megtesz azért, hogy a lakosság, a gázai lakosság ne tudjon kivonódni ebből a háborúból. Viszont azért azt is látni kell, hogy ez most nagyon más helyzet. Szóval az izraeli lakosságon belül az, ami történt, az azért most egy nagyon-nagyon erős nyomás jelent a politikai és a katonai vezetésen is, hogy ennek nem lehet több következő fordulója. Tehát a Hamasszal végezni kell. És itt most azért érzek ilyen értelemben elég erős nyomást is, de támogatást is. Bár, ahogy említetted is, ez a háború, ez még csak most kezdődik igazából. Belpolitika,
Ugye láttuk, hogy az események után a korábbi politikai csatározások kerültek. Milyen következményei lehetnek, akár kihatás szempontjából is az izraeli belpolitikára az eseményeknek? Tehát például, hogyha mondjuk idézőben a Hamas nem sikerül felszámolni, annak milyen következményei lehetnek a Netanyahu-ra, meg a politikára nézve? Én azt gondolom, hogy súlyos következményei lesznek akkor is, hogyha ha nem sikerül egy nagyon nagy győzelmet aratni a Hamas fölött, és hogyha az ígéretek, amelyek most elhangzanak, hogy alapvetően meg fog változni a gázai realitás, a Hamas eltűnik a színről, Gázában megszűnik az a teljes mértékben megszűnik ez a fenyegetés. Ezek nyilván retorika is van mögötte, nem látom az egyértelmű stratégiát, de az biztos, hogy már most vannak azért komoly, egyre erősödő hangok a Netanyahu ellen, és amiatt, nem csak amiatt, amik voltak tüntetések annak utóélete, hanem az, hogy ami történt, az egy nagyon súlyos kudarc. Tehát a Jom Kipuri háborúba is belebukott az izraeli politikai vezetés utána. Hiába volt ez egy nagy győzelem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Netanyahu-nak e tekintetben nem sok választása van. Ő mindig is egyébként zárójelesen megjegyzem, híve volt annak, hogy a Hamas nem felszámolni, hanem a Hamasszal valamiféle átmenti megegyezésre jutni. Ennek egyszerű oka az, hogy ameddig a palesztinok megosztottak, addig a béke folyamat nem folytatódik, addig a státusz quo nem borult, tehát addig az izraeli jelenlét nem kérdőjeleződhet meg, addig nincsen ilyen értelemben erős nemzetközi nyomás, pláne nem amerikai nyomás. Szóval az izraeli jobb oldalban mindig egy ilyen kettős politika volt a tekintetben, és hát azért lehet, hogy azt is elmondhatjuk, vagy hát valószínűleg érdemesen mondanunk, hogy a Hamasnak ebben a megerősödésében a 80-as évek végén, 90-es évek elején azért benne volt az, hogy az izraeliek félrenéztek, és hagyták, hogy a Hamasnak egyre nőjön a befolyása, és egyre nagyobb riválisa legyen a palesztinai felszólítási szervezetnek. Viszont most nem lehet megegyezni velük. Szóval ez most nem az a helyzet, ahol a Netanyahu ezt utána tálalni tudja majd, hogy miért vagy hogyan. Olyannyira nem, hogy még szerintem most ezek a túsztárgyalások vagy ilyesmik sem nagyon elképzelhetőek. Még a globális térben maradva, vagy kitágítva globálisan a folyamatokat, itt a kimenetelnek milyen globálisan milyen kihatásai lehetnek, akár Egyesült Államokra, hogy Amerika elnökválasztás elé néz, Oroszországnak, ez most úgy tűnik jó, de ők ugye egy agressziós háborút folytatnak Ukrajnában, de akár tudom, hogy picit furcsa, de mégis Kína szempontjából. Tehát, hogy ez így globálisan hogyan változtathat, vagy mit okozhat? Igen, a globális erőt még egy regionális, aminek egy globális jelentősége van, hogy az izraeliek és a szaudiak egymáshoz igencsak közeledőre fogták, mielőtt történt ez a terrortámadás, és ez egy igazi amerikai érdek volt, és Joe Bidennek fel kellett volna valamit mutatnia, hogy azt mondhassa, hogy tudta úgymond folytatni, még nagyobbat lökni, mint amit a Trump elkezdett. Na most ez most nem, nincs reális esélye, hogy ezek a háttéregyeztetések nyilvánossá váljanak, és megbékélés történjen. És az, hogy ez a támadás most történt, az abban benne is lehet ez. Tehát az irániaknak komoly érdeke fűződött ahhoz, hogy a szaudiak és az izraeliek között ne legyen akár csak egy ilyen implicit béke megállapodás se. A globális szintéren azt látjuk, hogy az amerikaiak erődemonstrációra már most egyértelműen hajlandóak, ahogy említettem, komoly haderőt vonnak össze, de azt nem hiszem, hogy kifejezetten nem tudom én hagynák Izraelnek, hogy bevonja a Hezbollahot, és akkor egy kalap alatt a Hezbollahval, és megpróbáljon Izraellel számolni, és így az iráni fenyegetést nagyon visszavetni. Szóval a Biden adminisztráció nem érdekelt egy újabb, tartós, regionális háborúba, ez szinte biztos. De hogyha a Hezbollah ezt valamiért megteszi, akkor simán elképzelhető, hogy légierővel, rakétázással az amerikaiak be fognak kapcsolódni, vagy legalábbis most erről beszélnek. Említetted az oroszokat, nyilvánvalóan a Putyin azt mondja, hogy meg kell akadályozni a vérontást,
ami tőle kifejezetten hitelesen is hangzik e tekintetben. Na most az oroszoknak alapvető érdekük ahhoz, hogy ebből komoly háború legyen, és hát ne felejtsük el azt, hogy az oroszok sokat áldoztak azért Szíriába, hogy az Assad vezette rezsim, az iráni Hezbollah támogatással megőrizhesse a hatalmát. Szóval nem akarok összeesküvés elméletek szintjére jutni, de az oroszoknak nem csak egy ilyen jött érdeke, hanem nyilvánvalóan az oroszoknak ebben stratégiai jelentőségű, nem tudom én, előnyei származhat, hiszen fegyvereket köthet le, amerikai erőket köthet le, egyáltalán az ukránokról elterelődhet a figyelem. Szóval az oroszoknak kifejezett érdekük az, hogy ebből háború legyen. Valószínűleg nem tudják ezt kirobbantani. Egy dolgot én a magam részéről, és itt egy ilyen szakértői kérdőjelet eset csak nem értek, az az, hogy a Hamas mindig el akarta pusztítani Izraelt, és válogatás nélkül ölni az izraeli lakosságot. E tekintetben nem történt valami radikalizálódás az elmúlt évben, vagy pár évben. Viszont az, hogy ezzel a motivációval mégis szembe tudtak állítani egyfajta stratégiai, nem tudom én, mérsékletességet, abban benne volt az, hogy tudták, hogy azért az erőpozíciók nem egyenlőek. Tehát nekik meg kell őrizniük Gázát ahhoz, hogy legyen háttérbázisuk. Na most ez a támadás, amit elkövettek, és annak a bestiális jellege, az egyértelműen vonza magával azt, hogy Izrael nem fog egyességre jutni. Tehát az a feltételezés, hogy a Hamász fel lett bátorítva arra, hogy itt valami regionális konfliktus alakulhat ki, aminek ők a szikráját szórják el, az azért benne van ebben a háttérben. És hát az irániak azért beszélnek is egyre gyakrabban ilyesmiről. Többek között azért beszélnek az irániak ilyesmiről, mert az irániaknak komoly érdekeltségeik vannak a térségben, de Irán azért viszonylag messze van. Szóval arra számíthat Irán, hogy a Irán területét mondjuk nem fogják választ csapások érni, akkor, hogyha akár a Hezbollahot, akár Szíria területéről különböző iráni szatellit szervezeteket arra nyomnak, hogy mégiscsak támadják meg Izraelt. Az események kapcsán azért érdemes arról is néhány szót ejteni, hogy ugye az elmúlt években Netanyahu kormánnyal nagyon jó volt a magyar kormány viszonya, látványosan javultak a magyar-izraeli kapcsolatok. A jelenlegi konfliktus helyzet az változtat-e, hogyan változtat-e a magyar kormány és az izraeli kormány viszonya között? Netanyahu-Orbán kapcsolata lesz-e bármilyen kihatása? Én azt gondolom, hogy komoly kihatása nem lesz, sőt igazából a magyar fél e tekintetben az izraelieknek egy ilyen bejáratott partnere is az Európai Unión belül. Tehát az Európai Uniónak az első reakciója a Hamas terror támadás után az volt, hogy végig újra kell gondolni az EU segélyeket, amit a palesztinoknak fizetnek, és jelentősebb összegeket akár rögtön fel is kell függeszteni, és ez egy magyar javaslat volt, amelyet nyilván Izrael örömmel fogadt volna, utána az EU elég gyorsan visszakozott is. De abban biztos vagyok, hogy az EU-n belül egységes állásfoglalásokat kell majd kiadni ezzel kapcsolatban, ami most egyébként megtörtént és határozottan elítélték, később már ez nem fog így maradni, akkor a magyar fél biztos, hogy én azt gondolom, hogy az izraelieknek kedvezőbb állásfoglalást fog képviselni, és ahogy láttuk, azért tulajdonképpen a magyar kormányzat részéről valahogy egy olyan hát olyan hitelesnek is tűnik az, mármint úgy érzem, amit az Orbánék, mint politikát képviselnek, abban hitelesnek is tűnik, hogy hát Izrael támogatni kell, mert Izraelt az iszlám, muszlim, stb. Milyen fenyegetés. Tehát összevág az európai stabilizációval. Így van, tehát összevág ezzel, és azt mondja, hogy Nyugat-Európából előbb jönnek az izraeli kritikus hangok, az is inkább bele fog, ebbe az orbáni világkébe jobban fog illeszkedni szerintem. Tehát, hogy nincs oka Magyarországon bármiért is, azt gondolom, az Izraelt, nem tudom én, rendre utasítani, vagy ilyen értelemben a kapcsolatokat nehezebbé tenni. Zárszóként utolsó kérdésem, tudom, ez a kérdés, ez szerintem minden ilyen izrael-palesztin beszélgetés és a konfliktussal kapcsolatos beszélgetésben fölmerül, de azt hiszem, hogy megmente alapból ez egy, szerintem egy orosz rulett kérdés, de valaha rendeződhet ez a konfliktus,
és kicsit kérdezem másképpen, hogy hogyan rendeződhetne ez a konfliktus. Említettük, hogy a Gáza teljes kiürítés, az például nincs benne a pakliban, szóval hogyan rendeződhetne ez? Hát jelenleg szerintem a béke folyamat és a tekintetben bármiféle erőlépés nem nagyon van esély, szóval én nem hiszem, hogy ennek reális esélyei akárhogyan zárulik ez a háború, megnyílnak. Azt sem gondolom, hogy a két társadalom erre feltétlenül készen van már egyébként. De természetesen valahogy ezt a konfliktust előbb-utóbb rendezni kellene, és úgy fest, hogy hát valami nem várt, meglepetésszerű ötlet lehetne itt előre mozdulás, de hogy mi lehet ez, erről szerintem nem sokan tudnak kézláb javaslatokat felhozni. Az egyállamos megoldás valószínűleg elfogadhatatlan, a kétállamos megoldás nyilván vannak esélyei, lehetőségei, de hát azért itt a palesztin félnek, izraeli félnek mindig vannak olyan követelése, amit a másik nem tud elfogadni, és nem tudtak e tekintetben előrelépni az elmúlt évek során. Nem látjuk most, hogy a gázai lakosságnak egyáltalán ki lesz a palesztin képviselője, akivel lehetne tárgyalni, varad a Hamász, vagy valami más. Szóval én nem tudom, én régebben mindig abban a romantikus reményben éltem, hogy tulajdonképpen a kétállamos rendezésnek egy ilyen két autonómiával kiegészített opciója kivitelezhető lenne, ahol helyreállítják a határokat, és a palesztin államon belül egy zsidó autonómia, a zsidó államon belül egy palesztin autonómia létezne, és ezek a lakossági tömbök, mert egyébként ezek azért meglehetősen tömbbe rendeződnek, vagy ahol nem, ott azért lehetnek különböző kiürítéseket végrehajtani, hogy ez valahogy működhet. De hát azt hiszem, hogy a Hamász most az rékes bizonyítékát tette annak, hogy nem érdekeltek a békében, és nem tudom, hogy a Hamászt, ha eltüntetik a színről, akkor akik jönnek, ők mit tudnak majd ez ügyben lépni. Hát nem tudom, hogy milyen zárszót érdemes erre mondani, talán annyit, hogy reméljük, hogy a legkevesebb áldozattal járó konfliktus elé néz Izrael és a palesztinok. Bűnhúz Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. És én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Eheti brüsszeli perceinkben is a Gáza körüli eseményekről beszélgettünk brüsszeli tudósítónkkal, Arató Lászlóval. Szervusz, Laci, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Múlt héten már érintettük a kérdést, de hát jelentős mennyiségű uniós forrás is érkezik a gázai övezetbe a palesztinokhoz. Eddig összesen ugye nagyjából az elmúlt időszakban 700 millió euróról volt szó, a hétvégi hír volt az, hogy az EU megháromszorozza, 25-ről 75 millió euróra emeli a gázai övezetnek szánt humanitárius segélyeket. Na most ugye az elmúlt időszakban a gázai övezetnek juttatott források esetében komoly kérdések merültek föl, hogy ez mennyiben jut a Hamászhoz, vagy mennyiben nem. Na most a kérdés az, hogy például uniós források esetében is az EU hogyan tudja azt ellenőrizni, hogy azok a források, amit Gázába szánt, azok valóban iskolaépítésre, és mondjuk nem rakétagyártásra fordítottak. Igen, hát ez az ügy az abszolút napirenden van, és nincs is rá megnyugtató válasz. Tehát az uniós tisztviselők azt mondják, hogy szóvivőltők ezzel a külügyi főképviselők, hogy egészen biztos, hogy nem mentek ezek a források a terroristákhoz. Ugyanakkor ennek a pénzeknek az allokálása, ez úgy történik, hogy leginkább valamelyik ENSZ szervezeten keresztül jutnak el a források azoknak, akiknek szükségük van rájuk, de például a gázai övezetbe, tehát ott nem nagyon tudsz könyvvizsgálatot csinálni, meg telepíteni oda irodákat, hogy ezeket ellenőrizzék ott a pénzek felhasználását, tehát ott nem lehet, nincs szoros rálátása az összes eurócennek a felhasználására az Európai Uniónak, az ENSZ-en keresztül ugye próbálják ezt felügyelni, és hát meg kell bízni a palesztin hatóságban is, hogyha nem a gázai övezetről beszélünk, de hát
Hát valóban a visszatérve a gázövezetre, ott a legnagyobb támogató az európai közösség, tehát az EU az, amelyik a legtöbb pénzt oda fordítja, de ehhez képest nagyon kevés lehetősége van arra, hogy ezt ténylegesen ellenőrizni is tudja. Most még egyszer át fogják vizsgálni az elmúlt évek kifizetéseit, hogy megfelelő helyre kerültek-e a pénzek, de az elmúlt mondjuk 10 évből vannak egészen durva tapasztalatok arra, hogy akár a palesztin hatóságtól, akár más forrás, akár más közvetítőkön keresztül nagyon sok pénz juthatott a Hamászhoz. Tehát volt 2013-ban egy eset, amikor a palesztin hatóság kezei közül olyan 2 milliárd eurónyi segély tűnt el, a rossz menedzsment meg a korrupció miatt, ezek az összegek, ezek simán mehettek, vagy egy részük mehetett a Hamászhoz. Volt egy ehhez képest kisebb tétel, viszont nem olyan régen, néhány éve egy 50 millió eurós tétel, amiről nem nagyon tudták, hogy hollandolt végül is, vagy kihasználta fel. Meg arra is vannak adatok, hogy a lefektetett vízvezeték csövekből a terroristák rakétákat átcsoltak, és azzal lőtték Izrael. Tehát ezek konkrét esetek, ami azt bizonyítja, hogy az EU-nak a képességesen nagyon van rá, hogy ezeket ellenőrizze, de hát a partner szervezetekkel sem tud olyan együttműködést, főleg a gázaövezetben kialakítani, ami eredményes lenne ezzel kapcsolatban. Szóval a gázaövezetben nincs semmiféle más úr, mint a Hamász, tehát ott tényleg nem lesznek független civil szervezetek, nyugati újságírók, könyvvizsgáló irodák, tehát nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és azt gondolom, hogy fogunk még meglepetés, vagy meglepődni tényeken. Egy kicsit előre nézve a jövőre, ugye még nem tudni, hogy most itt az izraeli válaszlépéseknek mi lesz a teljes kimenetele, viszont fölmerül a kérdés, hogy amikor mindig előjön egy ilyen eset, és ugye kiderül az, hogy hát bizony nem nagyon tudjuk, vagy az EU nem nagyon tudja, hát hogy is mondjam, ellenőrizni azokat a forrásokat, amiket ő akár humanitárius segélybe kifizetett, szóval, hogy van-e arra bármiféle gondolkodás, hogy a jövőben hogy legyen, hogy tudnának úgy például a gázaövezetben, vagy ilyen helyeken forrásokat biztosítani, hogy azok teljesen ellenőrizhetőek legyenek, vagy hát azt nem tudják mégsem megcsinálni, hogy ne adjanak, mert ellenőrizhetetlen. Szóval hogy is van ez? Hát nagy kérdés, hogy mi fog történni nyilván, és hogy ami történik, annak aztán milyen hatása lesz az egész régióra, tehát ott a közel-keletről beszélve, hogyha Izrael elfoglalja a gázaövezetet, akkor ott mi marad? Marad-e kőkövön, vagy hogy fog ott kinézni, kinek a fennhatósága alatt lesz, tehát ott egyáltalán mit kell majd csinálni, mit lehet majd csinálni, meg hogy aztán ez az egész konfliktus, ez kiszélesedik-e tovább. Szóval ez egyrészt ez egy nyitott kérdés, másrészt ugye az egy friss hír, hogy az EU emeli a humanitárius támogatását, ugye erre az évre 25 millió volt előirányozva, ezt felemelték 75 millió euróra, de hát itt megint ott vagyunk, hogy oké, kellene a humanitárius segély, de most egyszerűen oda bejuttatni ilyen szállítmányokat sem lehetséges. Tehát amikor majd a helyzet normalizálódik, akkor lehet valamiféle hasznosat is tenni ebből a pénzből. Amit csinál az Európai Unió, amit most próbál biztosítani, az az, hogy a humanitárius támogatások délről, Egyiptom felől jussanak be ebbe a válságövezetbe, és ez ügyben az egyiptomi kormánnyal van szoros kapcsolatban az Európai Unió vezetése. Egyébként ezekben a Hamász támadása óta, az azóta eltelt időszakban azért nagyon aktív diplomáciai tevékenység folyik arra nézve, hogy a környékbeli arab országok vezetőit meggyőzzék, hogy ne avatkozzanak be, illetve hát Izraelt is meggyőzzék, hogy ne civilek élete árán álljon bosszút a Hamászon. Szóval ami várható, az annak fényében fog történni, hogy a következő napokban, egy héten belül hová fog elfajulni ez a háború, ezt egyelőre nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogy az Európai Uniónak is
át kell gondolni ezt az egész finanszírozási módszert. Tehát amikor itt ugye volt szó arról, hogy most leállítja az EU, meg nincs is mit leállítani a kifizetéseket, tehát akkor azt kell látni, hogy jelenleg több mint erre az évre több mint 200 millió euró van a palesztinoknak fejlesztésre előirányozva uniós forrásból. Ezt a több mint 200 milliót ezt nem allokálta még az Európai Unió, tehát ennek a pénznek a sorsa erősen kérdéses, én azt gondolom, hogy függ majd attól is, hogy az eddigi kifizetéseknek a felülvizsgálata az milyen eredményeket hoz, meg milyen tapasztalatokat hoz, mert hogyha ott az derült ki, hogy tulajdonképpen teljesen rossz felé mentek, meg nem hatékonyan, meg mondjuk terroristák kezébe került, akkor ennek a további fejlesztési támogatásnak is a sorsa megkérdőjelezhető, mert hogy oké, adjunk pénzt nekik, meg van is pénz, de akkor tényleg oda kellene menjen, de ha az EU nem képes ezt garantálni és megfelelően lebonyolítani, akkor valószínűleg teljesen felesleges lesz, és a tagállamok sem fogják ezt jóvá hagyni. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban, és beszéltünk róla. Köszönöm szépen. Ez volt a Reptér 34. adása. Jövő héten kedden is érkezünk izgalmas külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plusz online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszonthallásra, Balogh Roland voltam.